Jó reggelt kívánok, sziasztok! Egyenesen Dubájból, természetesen csak virtuálisan. Egyébként nagyon érdekes ez, hogy így elkezdtem ezeket a virtuális háttereket, aztán egyszer két ott találtam magam éppen, ahol annak idején ilyen virtuális hátteret raktam föl, természetesen jártam már Dubajba is. Most is akartunk menni, csak az a baj, hogy ott volt épp a mellette lévő városkába a világbajnokság, és mindenkit átköltöztettek Dubajba, és hát nem igazán volt kedvünk a nagy tömeghez, is. ugye ezért megyünk most majd el egy olasz szigetre nem sokára. Úgyhogy ezt csak azért mondom, mert érdemes egy kicsit az álomban benne lenni. Például én úgy csináltam, hogy a háttérbe kivetítettem azokat a helyeket, ahol ahova szerettem volna elmenni. Na, de nem is ezért jövök ma reggel hozzátok, hanem sokan kérdezik, hogy te Vély, mi ez a program, pontosan mond már el! Hát ugye, sokféle megközelítésben szoktam erről beszélni, de mindig másképpen, éppen mindig, ahogy én gondolom, ma is úgy fogom el nektek elmondani, ahogy mostani tudatállapotom kívánja meg, a lényeg az, hogy hihetetlen kategória. Tehát mindig, amikor kérdezik, ma is többen kérdezték, egy ilyen bevásárló voltam már reggel, hogy mi ez. Hát és mondom, hogy figyelj, most egy percbe, nem tudom elmondani, két percbe se nagyon, de egy szóval lehet tudom mondani, hogy hihetetlen. Tehát az ahhoz le kell üljünk és kicsit átbeszélni a dolgokat, hogy egyáltalán való-e neked ez a program. És akkor minél jobban nem mondom, annál jobban kérdezik, és hát akkor gondoltam, hogy Csávról egy videót, hogy ne legyen ezzel gond. Opá, közben jelezetek már vissza, hogy van-e hangom, mert most erről jön a hang. Tündi, jelez, jelez már vissza, hogy van-e hang, most látom, hogy itt vagy. Gáspár Tündi. Csak egy ötöst, ha írsz, akkor már nagyon jó vagyunk. Szóval az a helyzet, srácok, hogy hogy amikor én találkoztam ezzel a dologgal, köszi Anti, köszi, köszi, amikor én találkoztam ezzel a dologgal, akkor hát itt csóváltam a fejemet, és azt mondtam, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen és addig húzódott ez a dolog, amíg bele nem csusszantam egy szörnyű betegségbe, és akkor tapasztaltam meg, hogy úristen, ez micsoda. De az akkori barátom, aki most is még mindig a barátom, talán a legjobb is, ugye Miklós, mondta, hogy figyú, üljünk le egy picit, beszélgessünk, mert ez már nem az a kategória, hogy most így fellengzősen beszéljünk róla, ugyanis arról szól a dolog, hogy nehogy azt hidd, hogy véletlenül jött ez a betegség, ami most neked van. És akkor hát persze gondoltam magamba, hogy most mi lesz ilyen pszichológiai kérdések is, tudjátok, ez a nagy egóval. Aztán rájöttem, hogy az, ember ez nem akar hülyeséget nekem, hanem, hogy elkezdtünk beszélgetni, és azóta is ugyanezek mennek, hogyha valaki jön hozzánk valamilyen problémával, hogy hogy adjon neki 90 napot. 90 nap alatt kiderül az, hogy mi van az oka. Mi, mi, mi van a háttérben? Milyen okok vannak a háttérben? Tehát nem arról szól a dolog, hogy mi bekapkodunk kapcsolákat, aztán halleluja, mennyire frankó minden. Persze működik így is, de inkább azt mondom, hogy az állatoknál. Ugyanis ők nem egóskodnak, nem variálnak, ők vannak. Nem tudnak állat túl viselkedni, viszont az ember az tud embertelenül viselkedni. Tehát, hogy mondjam nektek, az állatok a sokkal könnyebb dolog van. Egy kiskutya, hogyha jön, megetetjük vele a programnak egy részét, és pikpak helyre jön az ember, Én nem ilyen, nem ilyen gyorsan megy a dolog azért, mert a hülyeségek, az ego gyártja az okokat, és hát nem szűnnek meg az okok. Viszont, ha valaki végigmegy a 90 napon, és mindjárt erről beszélek, akkor érdekes dolgok tudnak történni. Ugyanis 90 nap alatt egy kicsit így befele fordítjuk az embereket. Befele. Ez is ilyen fura lehet. Úgy befele, hogy tehát az a kinti dolog ráhatás, ami eddig volt, az kialakított egy ilyen komoly problémát, sok esetben nagyon súlyos problémát. Sokszor van olyan, nem nincs visszaút. Olyan is van, de az esetek többségében, ha időben el van kapva a dolog, akkor sok-sok beszélgetés, sok-sok befele fordulás és sok-sok program használat megoldja a problémát. Esetleg, hogyha tudjátok, hogy miről beszélek, akkor írjatok ide, hogy tényleg így van nálunk, tehát nem az hogy csak így pikpak behabzsolunk különböző kék, meg szürke, mindenféle kapszulát, hanem mellette nagyon komoly csapatmunka folyik, a siker érdekében. Egy nagyon komoly olyan beszélgetés sorozat, egy, egy hétfőtől péntekig tartó olyan információdömping van, ami egyszerűen túlszárnyal a minden eddigi képzeletünket. Hát nem mondom pontosan, miről szól a dolog. Tegyük fel, hogy te mondjuk jössz hozzánk valamilyen olyan betegséggel, ami, ami, ami furcsa, akármilyen akkor mi soha nem azt mondjuk, hogy na most figyelj ide, most egyéb ilyen olyan viszkapszolákat, és akkor minden helyre jön, nagyon nagy hiba, hogyha valaki ezt így csinálja, látok ilyen egyébként különböző ilyen network hálózatoknál, nem szabad. Tehát egyszerűen, hogyha valakinek valami baja van, akkor menjen az a doktor bácsihoz nézzen ki magának egy nagyon komoly klinikát, vagy, vagy, egy olyan dolgot, ahol értenek is a diagnosztikához, és már pedig az orvostudomány nagyon jó a diagnosztikába, illetve már vannak nagyon jó ilyen biorezonancia, vol, meg hasonló ilyen Nelson gépek, az oroszoknál például nagyon jó az orosz gépek, én látok barátaimnál, orvosoknál természetesen, akik használnak nagyon jó diagnosztikai ő készülékeket, plusz a vérvétel, plusz egy csomó olyan dolog, ami szerintem egy nagyon jó ilyen előképet ad, hogy most mi van a mostani állapotból. Na most, hogyha ugye van az embernek vérképe, mri CT, és a többi, akkor már egy kicsit könnyebb az orvosnak fölállítani egy úgynevezett terápiát. Na most nem tudom, hogy hallottatok-e már a komplementermedicináról. Na most ezt nagyon érdekes megtanulni ezt a szót, mert az azt jelenti, hogy nem valami helyet, hanem valamihez hozzárendelni. Tehát itt dől meg az a dolog, hogy egyéb kapszulákat azt helyre jössz, valami helyet, meg hagyd el a gyógyszert, meg ilyen baromságokat mondanak néhol emberek, hál' Istennek nálunk ez nincs, hanem figyú, oké, okay, ott vannak az a gyógyszerek, ha kell, ott van természetesen a kemoterápia, a sugárkezelés, Kinek mit ír föl az orvostudomány, viszont hozzárendelni egy egészséges táplálkozást, egy, egy, egy egészséges mozgást, egy egészséges például masszást, a, egy egészséges ö, sejtregeneráló programot, meg egy csomó egészséges beszélgetést, meg egészséges gondolkodást, és nem megyek végig a programon, mert ugye el szoktuk ezt életet magyarázni, de de értitek, tehát, hogy valami mellé hozzárendelve van a mi programunk. Ezt ugye értitek. És innentől kezdve bámolatos eredmények jönnek. Én nagyon sok olyan rákost ismerek, aki, aki kijött a klinikára, a diagnózis a kezébe, Elkezdte a programot, és elkezdte mellé, tehát úgy mondom, hogy elkezdte az orvos által fölírt programot, és elkezdte mellé a mi programunkat, és ez a kettő együtt hozott nagyon jó sikert. Tudjátok, hogy miért jó ez? Azért, mert semmi ellen nem megy a dolog. Én nagyon el vagyok keseredve, amikor valakit lebeszélnek különböző, hát én orvosi dolgokról. Van, amikor kell műteni. Igenis, egy egy bőrráknál például, ami nálam is volt, amikor el lehet távolítani, mondjuk daganatot, ki lehet metszeni, és a, a bácsi azt mondja, hogy ezt ki kell, akkor ezt meg kell csinálni. Tehát nem szabad arra várni, hogy majd hát ha. Lehet, de sokkal hosszabb lesz a dolog. Tehát nálam úgy volt, hogy amit lehetett, aztokat eltávolítottak, amiket nem, azt nem és mellette használtam a programot, a hangsúlyozom, komplementer medicina, és innentől kezdve jól lett az eredményem, de egy nagyon fontos dolgot használtam mellé, kiderítettem, hogy mi okozza, mi a fő probléma, és főleg azon dolgoztam. Tehát így a program részek, mint egy, mint egy ilyen pázül darabok, <kül> ha összeadódnak, és ezen dolgozunk, és folyamatosan dolgozunk, akkor ad igazán eredményt. Tehát olyan nincs, hogy valaki mondjuk azt mondja, hogy gyógyult például. Olyan van, hogy most jól érzi magát, de bármikor visszajöhet, akkor a betegség, ha ugyanazt a szarságot, a hülyeséget csinálja az ember, mint a betegség előtt, hát logikátlan lenne, hogyha ugyanazt sem, nem ugyanaz lenne az eredmény, nem? Tehát, na most, hogyha Nálunk vannak az emberek, én azt látom, hogy teljes személyiségváltozás következik be. Esetleg írjatok már ide, aki tapasztalja ezt, hogy én nagyon sok esetben látom, hogy elkezdik a programot, és, és olyan gyökeres változás megy végig az embereken, hogy teljesen más emberré válik, jobb emberré válik. Rájön a, a dolgoknak a nyitjára, kicsit elkezd saját magával foglalkozni, Szó szóval szerint egy ilyen belső munka kezdődik, és egyre többen a kirső dolgokra, amire nincs ráhatásuk, legyintenek, viszont egyre többen a belső munkát végzik. Én ezt látom nálunk. Mi ezt úgymond tanítjuk, nagyképpen mondom, inkább úgy mondom, hogy gyakoroltatjuk az emberekkel, és azt látom, hogy azok, akik ezt csinálják, azok, azok nagyon gyorsan jönnek helyre, és fönn is tartják ezt az állapotot tehát fönn is tartják. Ez a lényeg az egésznek. Mi például, ha lehet ezt így mondani, így tökére visszük a vevőgondozást. Tehát az, hogy föl van állítva egy diagnózis, nem nekünk kell megcsinálni. Azt a doktor bácsi, természetgyógyász, mindenféle emberek meg tudják csinálni, MRI, CT, röngen, nem, ne soroljon végig. Magát a terápiát egy részét ugye megcsinálja az orvos, természetgyógyász, és mi, mint egy egy rásegítés, használjuk ugye az őssejtő terápiát, meg a különböző dolgokat, és mellette a vevőgondozást. Tehát amit én mondok most, az a programnak egy olyan 20%-a, és nagyon érdekes a vevőgondozás, a 80%, -a, ami igazán együtt egy hatalmas változást okoz az embereknél. Erika írja, hogy alátámasztom, így van. Köszönöm Erika, 90 napos program, fontos része a kommunikáció, visszajelzések, átbeszélések, utógondozás, komplex programot kell használni. Köszönöm Erika hozzászólásodat. Esetleg írjatok ide, hogyha ti is így gondoljátok, mert azt akarom ezekkel a videókkal, amikor így a programról van szó, sugallani, hogy nem, nem gyógyítunk hanem mi egy kiegészítést adunk ahhoz a terápiához, amit a doktor bácsi fölír, megcsinál. Nagyon, nagyon, érdekes, csak mondok egy példát, hogyha valaki mondjuk, mondjuk a gyógyszerek hatására, mint például én is nagyon sok gyógyszert szedtem 16 éves koromig, vagy 16 éven keresztül szedtem, minél mondom, antibiotikumokat. Tudjátok, doszicilin, penicillin, szemicilin, de -de, de, de, mindenféle cilin. És, és ment a bélflórám. Na most a bélflórát, ahogy sikerült helyrehozni, és milyen jó lett volna már akkor, akkor nem kellett volna 16 évig szednem gyógyszereket, mikor sikerült helyrehoznom, jól lett a fölszívódás utána már bármilyen vitaminásványanyag bevitele jó eredményt tudott hozni, és utána már volt kedvem befele fordulni, volt kedvem kideríteni, hogy ugyan mi okozhatta a problémákat. És nem is volt olyan nehéz kitalálni. Egyébként tudja mindenki az okokat, csak nem meri magának bevallani. Én sem mertem. Álmodom, ez nem, nem, de, 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 de. És akkor változtat az ember rajta, akkor a varázsatos dolgok tudnak történni. És ugye a programunk része az, ezt is sokan kérdezik, hogy hogy, hogy mi megyünk utazni, meg minden. Hát ugye az egészség, az párosulni kell a jó léttel. Tehát aki szegény, nincs pénze, az nagyon gyorsan visszaesik a betegségébe, én azt látom. Ugyanis főleg ezek az áremelkedések, élelmiszer, stb. nem tudsz magadnak véletlenül venni olyan kaját, ami jó, ha nem tudsz magadnak befűteni normálisan, mert idegeskedsz rajta, hogy hú, most nem lesz elég a fa vagy a gáz, meg egy csomó olyan dolog miatt idegeskedsz, amit, amit a pénzzel viszont meg tudnál oldani, akkor megbetegít. Tehát a pénz hiánya, most tudom, hogy nagyon sokan majd, majd írjátok a hülye kommenteket, elfogadom, de higgyétek el, ha nincs pénzed, akkor a gyenge kategóriába fogsz nagyon gyorsan átmenni, és a gyengék elpusztulnak. Ez a nagy büdös helyzet, nem tudok más mondani, viszont itt ezzel a programmal meg lehet gazdagodni. Meg lehet azt valósítani, hogy igen, igenis ö, emberhez méltóan tudjon mindenki élni. Egy kis szigetet hoztunk létre a nagy szigetre, a nagy való világba, és ezt meg is tanítjuk az embereknek. Tehát nagyon érdekes ez. Ö, én sok beszéltem, és aki nem tudta befogadni a pénzt, az egyszerűen nem haladt a, egyről a kettőre, és most is így van, aki nem tud, ö, ugye vagyont teremteni, vagy ha nem is vagyon, de legalább egy jobb életszínvonalat, az azért, mert nem jó a pénzzel való viszonya. Ez lehet, hogy furának tűnik, hogy hogy nem jó, hát van a pénz, és akkor azt, hogy jó, betesszük a pénztárcába, a párnalló elővesszük meg, meg oda tesszük a, a doktorbácsihoz, meg a, az orvoshoz, de hát már ki is mondtam a varázslat, nincs pénzed, hogy gyógyítatod magadat. nincs pénzed, hogyan használsz programokat. Sehogyan. Tehát pénz nélkül elpusztul az ember. Tehát ez egy, ez egy törvényszerűség, nem én találtam ki. És tényleg nem bántani akarok senkit, csak egyszerűen föl kell ismerni, hogy igenis meg kell barátkozni a pénzzel, mint energiával. Nem imádni kell a pénzt, papírlapot vagy egy ilyen kártyát, azért ne imádjunk már, viszont a pénzzel való életszínvonalat azt lehet szeretni. Nem imádni, szeretni. És innentől kezdve, akinek ez például rendbe jön, akkor nagyon gyorsan elkezdi tapasztalni, hogy, hogy elkezd jönni hozzá pénz. Miért? Azért, mert úgy tud róla beszélni, úgy tudja elmondani a programot, hogy látják rajta, hogy ő nem akarja eladni. Tehát én például mindig úgy beszélek, hogy fél, ha megveszed, az jó, ha nem veszed, az nem jó, de nekem nem változtat a dolgaimon, mert nagyon sokan megveszik. És, és tényleg én nem akarom eladni, hanem én segíteni szeretnék így. Sőt, most kaptam egy olyan kritikát, aki nem ismer engem, valószínűleg hogy elég nagyképűnek nézek ki, így az utazásokkal, meg ahogy beszélek, hát lehet, hogy változtatnom kell rajta. Bevállalom, hogy lehet, hogy úgy van, hogy nagyképűnek nézek ki, de, de, azért nézek ki nagyképűnek, mert a pénzről beszélek, meg azért, hogy ha pénzed nincs, akkor... És valószínűleg hogy úgy a kommentelő azért írtam el valószínűleg, hogy ő nem, nem nagyon van eleresztve el pénzzel, és mondta, hogy ő, hát ő segít hát de mondom, nem látom a versenykírásban neved, meg nem látok sehol, akkor hogy segítesz? Magadon se segít. Olyanokat is kaptam már, hogy biztos, hogy nem használom a programot. Tehát szerintetek mennyire használom a programot? Én, ha tudjátok az adagolásokat, én a rákosoknak való programot, 961-et, ki tudja, hogy miről beszélek, pontosan tudja, ezt használom most, jelen pillanatban és ezt is fogom még ebbe az évbe biztosan, mert én költök az egészségemre. Tehát akkor tudsz segíteni, ha segítettél először magadon. Ez is egy törvényszerűség. Tehát, ha magadra nem fordít az időt, energiát, befelefordulást, sportot, meg különböző dolgokat, akkor meg fogja az életed bánni ezt, mert jelez. Különböző dolgok, itt fáj, ott fáj, amott fáj, ideges vagy itti, mert nem használod magát a programot. De aki használja a programot, és csinálja, és megy előre, akkor az úgy tud róla beszélni, hogy egyszerűen magától működik a dolog. Ugye én híres vagyok arról, hogy nem ajánlom a dolgokat, hanem mutatom. Példát mutatok, és akkor, hogy aki követ, az ugyanazt az eredményt fogja elérni. Én senkit nem győztetek, hogy már pedig használja a mi programunkat, és a gyémántjaink, akik nálunk vannak, ők is ugyanezt mondják, hogy úgy tudunk segíteni, hogyha, hogyha van kinek segíteni, hogyha valaki akarja a változást, és erre bu buzdítalak téged is, aki, és ez még nem tud, miről van szó, hogy üljél le valamelyikünkkel. Itt van a hajnalné Marika, látom. Itt vannak egy páran, akik gyémántok. Üljetek velük le, én is nagyon szívesen segítek, és, és beszélgessetek, beszélgessünk. Nézzük meg, hogy mi lehet az, amivel mi tudunk segíteni, és hogyha megvan, akkor megtervezünk együtt egy 90 napot, és akkor tessék belállni, úgy csinálni, és akkor utána jönnek az eredmények. Igen, Csaba jól látod. Szóval ezt akartam nektek ma elmondani, egy kicsit lehet, hogy hosszabban sikerül, de, de látjátok, hogy én lelkes vagyok, ez a szenvedém, ez a mániám, ez a mindenem, hogy, hogy e körül forog az egész élet, hogy az embereknek példát mutatni, segíteni, és csinálni együtt azt, amit úgy hívnak, hogy a nagy bötűs élet, hogy ne ez a nyavajgás menjen, hanem, hanem igazi, igazi, amit megérdemlünk, az a fajta élet legyen. Úgyhogy ezt szerettem volna ma reggel nektek elmondani. Találkozzunk a világ tengerpartjain, beszélgessünk, és ha, meglátjátok, hogy nem olyan rossz ez az élet, csak hát élni kell. Sziasztok, a Teremtő legyen veletek, és holnap is találkozunk ugyanebben az időben, kilenckor jövök hozzátok. Sziasztok!